Ukrajna 1991. augusztus 24-én, azaz 24 évvel ezelőtt kiáltotta ki Szovjetuniótól való függetlenségét, azóta az Ukrán Köztársaság nemzeti ünnepként tartja számon ezt a napot. A nyíregyházi konzulátus ünnepségén a vezető konzul megköszönte Magyarországnak, hogy az elsők között ismerte el függetlenségüket. Ukrajna jelenlegi polgárháborús helyzete ellenére is fontosnak tartják a megemlékezést. Az ünnepség az ünnepség, mi ezt a napot, mint legszentebb napot tartunk, és nekünk nagyon fontos megtartani az ünnepséget. Szerintem a fiatal nemzedék számára ez nagyon fontos, mert nekik a szabadság azt jelenti, hogy az európai értékek, és ezért harcoltak, ezért mentek ki az utcára. És mi azért itt vagyunk, ünnepeljük ezt a napot, mert tisztelni kell, és tovább kell mutatni a nemzedéknek, hogy mi fogunk nyerni ebben a harcban. A konzul beszédében azt is elmondta, mindenáron meg akarják védeni függetlenségüket. A békés egymás mellett élésre Kárpátalját említette legjobb példának. A megemlékezésen részt vett a megyei közgyűlés elnöke is, aki szerint ebben az időszakban fontos, hogy szolidaritásunkról biztosítsuk Ukrajnát. Nagyon fontos számunkra az ukrajnai függetlenség napja, hiszen egy több évszázados évezredes múltra visszatekintő múltról van szó, ám annál fiatalabb államról, amelyről sokáig nem sokat tudtunk. Én remélem, hogy ez a nem tudás egyre inkább eloszlik a magyar közvéleménybe. Nagyon fontos nagy államról van szó, európai léptékkel is. Fontos az ott élő magyarság sorsa számunkra, a magyar közösségnek a sorsa, és nyilván az ukrán kulturális, gazdasági kapcsolatok is. A vezető konzul mindehhez hozzátette, Ukrajna sok nemzedéken keresztül vívta ki függetlenségét, most pedig abban bíznak, hogy az ország keleti felén minél hamarabb ismét béke lesz.